A 11. rendészetre összesen 268-an indultak, ebből 62 nő. Milos Vucevic polgármester elmondta, Újvidékvárosnak nagy szüksége van a rendőrökre. Az elmúlt időszakban ugyanis több lövöldözés is volt a tartományi székvárosban. Više godina grad Novi Sad je čekao da dobije nove policajce, nove policijske službenike. Više godina smo čekali da popunimo, kadrovski popunimo policijsku upravu u Novom Sadu. I ono što mnogi nisu verovali, a nekima je bilo jako daleko, mi smo danas dočekali. Zahvaljujući odličnoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Direkcijom policije i Centrom za obuku u Sremskoj Kamenici. Nebojša Stefanović belügyminiszter elégedettségét fejezte ki, amiért a rendőrség 11. rendészete sikeresen befejezte kiképzését, és ezzel része lehet a belügyminisztériumnak is. Ministarstvo intenzívno radi da bi izgradilo poverenje. Poverenje kako bi se stvorila policijska služba u koju građani veruju, koja poštuje policajce, ali koja osjeća policiju kao kičmu stabilnosti ove zemlje. Az újvidéki rendőrség ezen az eseményen 24 Skoda márkájú gépkocsival gazdagodott. Az erről szóló dokumentációt a polgármester adta át az újvidéki rendőrség vezetőjének, Stevan Krstičnek. Ezt követően a 11. rendészet tagjai egy gyakorlatot mutattak be, akár csak a terrorelhárító egység is.